Sziasztok! Ebben a részben bemutatjuk nektek a Mikrotik LHG teljesítménytesztjét. A mostani LTE tesztjeink a tavalyi tesztsorozatunknak a folytatása. Ha bővebb információt szeretnétek a teszt körülményekről, akkor nézzétek meg az előző tesztsorozatunknak az ismertető videóját. Továbbra is arra vagyunk kíváncsiak, hogy a fővároshoz képest milyen sávszélességet lehet elérni egy vidéki, gyengén lefedett helyszínen, ami most is ugyanaz a balatonszemesi nyaraló volt, mint tavaly. A méréseket a Telenor hálózatán keresztül végeztük, és ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Extranet virtuális mobil szolgáltatónak a SIM-kártyákért. Az LHG LTE a jelenleg kapható legnagyobb nyerességű LTE kliens, ami 21 decibeles antennával rendelkezik. A csomag tartozéka a 100 megabit per szekundumos távfeladó, valamint a tápegység is, de akár AF ATPO-val is megtáplálható az eszköz. A termék egy darab 100 megabites Ethernet interfésszel rendelkezik, valamint egy darab LTE interfésszel. Ebben a berendezésben is R11-es LTE kártya van, a termék összeszerelésével pár perc alatt lehet végezni, ami után már telepíthetjük is a megadott helyre. Beállítás szempontjából pontosan ugyanolyan, mint bármelyik más Mikrotik termék. Akkor lássuk a mérési eredményeket. Budapesten a referencia mérésünk során 83,8 megabit per szekundumos letöltési, míg 40,5 megabit per szekundumos feltöltési sebességet mértünk 17 millisekundumos ping idő mellett. Míg a balatonszemesi nyaralónál 55,7 megabit per szekundumos letöltési és 17 megabit per szekundumos feltöltési sebességet mértünk 25 millisekundumos ping idő mellett. Ezt a terméket olyan helyre ajánljuk, ahol gyenge az LTE lefedettség, de mégis nagy sávszélességet szeretnénk elérni. Ez volt a Mikrotik LHG-nek a teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentbe, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!